Na, hát a Genie kibújt a palackból nemrég, és közhírré tétetett, hogy az Electronic Arts elvesztette a Star Wars játékok készítésének exkluzív jogát, ami annyit tesz, hogy a Disney egy új entitáson, a Lucasfilm Games-en keresztül koordinálni fog bármilyen kiadóval és fejlesztő stúdióval a Star Wars játékok tető aláhozásában. Úgyhogy arra gondoltam, vagy hát Discordon Kesemaru dobta fel a remek ötletet, hogy összeszedhetném, hogy szerintem milyen játékokat kellene milyen stúdióknak csinálni a Star Wars égisz alatt. Szóval kezdjünk bele! Az első állomás pedig egy biztos pont, mivel a bejelentést újabb bejelentés követte. Az első hivatalos fejlesztés alatt álló játék a Ubisofthoz került, ahol a Massive Entertainment kezei között fog készülni. Méghozzá egy open world játék. Na, hát szerintem két irányba indulhatna el a projekt. Az egyik, Coruscant lenne a helyszín, és a filmek előtt játszódna, egy alvilági figurával kezdenénk bele a sztoriba, a város mélyén, először kis stílű küldetéseken verekednénk át magunkat, a felvezetőben megszellőztetve, vagy nem teljes valami a karakterünk történetével kapcsolatban, egyre küzdhetnénk fel magunkat a ranglétrán, szitek mahinálásáról suttognának az alvilág felső köreiben, nagyrészt TPS cover shooter lehetne lobakodós elemekkel, és az egyik legmeghatározóbb küldetésnek azt tudom elképzelni, amikor egy Jedibe futunk az egyik akciónk során, aki azért jött, hogy minket felszámoljon. Ez pedig azt jelenteni, hogy menekülnünk kell. A hajsza végénél pedig a Jedi mester ránk emeli a fénykardját, és felismeri az arcunkat. Egy elbukott padabán vagyunk. Találkozott már velünk esetleg az akadémián, lehetett tanárunk, vagy nem tudom a Jedik hogy mondják, évfolyamtárs? Talán. Innentől kettős ügynökként mindkét oldal felé játsza, folytatnánk a sztorit, szépen lassan újra elsajátítva az erők alapképességeit, esetleg egy jelenetben fénykardot is ragadhatnánk, de csak pár percre, amíg kiderül, hogy képzés nélkül haszontalan fegyver. A játék klimaxisa lehetne, hogy a szitek oldalára állunk és eláruljuk a mestert, vagy a Jedik mellé állunk és feláldozzuk magunkat, hogy megmentsük. A másik verzió természetesen, hogy bolygókat járhatnánk be, de inkább egy RTS-szerű játékot tudnék elképzelni, egy fejvadásszal a főszerepben, esetleg, ha már így megszerettették velünk, egyenesen a mandalóriaival a sorozatból. Timeline érdekes lenne, hogyha odafutna ki, ahol a sorozat elején megismerhetjük Mandót. Forge-nál folyamatosan upgrade-ek, skillpontok, amik segítenek a célzásban, közelharcban, kütyük használatában. Lehetne egy kicsit roguelike, hogy a galaxis különböző pontjain fontos képességeket szerezhetünk, amivel új pályarészek nyílnának meg a már ismert bolygókon, de nyilván nem úgy, mint egy platformernél, hogy good job Mando, most már tud duplán ugrani, hanem mondjuk megtanulnánk új nyelveket, amivel új fajvezette szervezet válhatna elérhetővé, velük együtt zónák, küldetések, felszerelések. Ugyanilyen lehetne valami kódfejtős kütyű, ami birodalmi épületekbe juttatna be minket, vagy akár az, hogy kivívjuk a bűnszervezetek elismerését. Itt a távlatok határtalanok, de Dean személyét alapul véve megrázó és izgalmas lehetne, ha elhagyatott droid gyárakba vezetne az utunk, lezuhant birodalmi vagy még köztársasági hajók roncsai között bókázhatnánk. Igaz, ez a második verzió elüt attól, amit a masszívra rábíznék, szóval mondjuk, mit szólnátok, hogyha az Obsidian venné át a statétapotot. A sci-fi még ma is megy nekik, az Outer Worlds-en bőven megmutatták, és a Kotor 2-t is nekik köszönhetjük. Szóval... nem akarnátok ezzel a játékkal játszani? Vagy inkább csak csináljanak Kotor 3-at? Nehéz döntés. Na, de a Star Wars játék elkerülhetetlen, hogy fénykardot ragadjunk, amire nem is lenne jobb alkalom, mint egy ízig-vérig kalandjáték. Mentségükre legyen szólva, a Jedi Fallen Order az EA újkori Star Wars-os munkásságának valószínűleg legjobb darabja, de én azért szívesen új vizekre eveznék, új fejlesztő stúdióval az élen. Szerintem a Crystal Dynamics epekedne, hogy az Avengers bukása után visszatérjenek a kaptafához. Szóval, mit szólnátok egy történethez az összes film után több 10 vagy akár 100 évvel, ahol az erőt már nem dogmatikusan tanulják az emberek, hanem össze-vissza. Vannak, akikben ott az erő, de szinte használni se tudják, mert egy eldugott kis faluban élnek valahol. Vannak, akik rájuk maradt tudás alapján önmaguknak próbálják kitanítani a használatát, aztán lehetnének új szekták, akik gyűjtik az erőhasználóit, akár lehetne kibontakozóban egy ingatag lábakon álló Jedi Akadémia az ősi tanítások innen-onnan összeszedett foszlányaival. Lehetne külön érdekesség, hogy rosszul tudnának dolgokat, amit mi játékosok, amiatt, hogy láttuk a filmeket, tudjuk, hogy nem úgy volt. Tehát egy világ, ahol már nem a Jedik és a szitek összeütközése a fő narratív szál, hanem szinte csak egy letűnt kor zaja, ami vízhangzik az univerzumban. A főszereplő lehetne egyszerű neveltetésből, nem teljesen sivatagi földműves, de értitek, gyerekkori trauma miatt rájött, hogy tudja az erőt használni, amiről azt se tudja az elején, hogy mi. A fonalat ott vennénk föl, hogy útra indulunk a galaxisba, hogy rájöjjünk, mi az az erő, miután egy kocsmában egy vén utazó nevet társít a fura képességeinknek. Innentől pedig elszabadulhatna a fantázia, még sosem látott világok és ökoszisztémák, a történetet pedig az erő miben létének felkutatása jelenteni, ami alatt esetleg belefuthatunk pár kiöregedett karakterbe az új trilógiából.
például, ha még élnek. Poros, lerobbant ártuditút találhatnánk valahol, akit újra aktiválnunk kéne, hogy végre többet megtudjunk, Jedi és Sith templomokban kutathatnánk, tárnákban mászkálhatnánk, az erő használatával navigálhatnánk. A Tomb Raider fejlesztőinek szerintem biztos lenne pár jó ötletük. Viszont, hogy kicsit más irányba elvezzek el, RTS, Real Time Strategy. Már láttunk ilyet az Empire at War személyében, de ez a sorozat szerintem nem aknázta ki a lehetőségeket, amit a zsáner nyújthatna. Ezt kifejezetten a birodalom idejére tudnám elképzelni, vagy a múltba valahol a kotortövező években, a munkát pedig nem másra bíznám, mint a Relic Entertainment. A Warhammer Dawn of War-okkal és a Company of Heroes-okkal a hátuk mögött már bizonyítottak, és hogyha a folytatásaikat elnézem, akkorra csorbul egy kicsit a performance, szóval ideje új sorozatot nyitni teljes erőbedobással, méghozzá Star Wars sorozatot. A harcrendszer teljes mértékben adott lenne a korábbi játékaikból, Jedi, Seed, Bounty Hunter, stb. Hero unitokkal, kevesebb fős csapatokat vezényelve, akár épületről épületre, fedezékeket keresve. Az éra megadná nyilván a frakciókat, de az eredeti trilógia alatt a birodalom, az ellenállás, meg mondjuk a Wookiee simán mehetnének, esetleg előhúzni valami egzotikusat a Mon Calamarikkal. Lehetne vegyíteni a kampányban a nagyobb, grandiózus csatákat a kisebb, személyesebb behatolási küldetésekkel, ahol csak pár egységet irányítanánk. Épületeket, járműveket és egységeket a franchise annyit szolgáltatna, hogy bele se tudnák mindent tenni. Nekem csak egy küldetés kéne, ahol a birodalommal egy barlang felfedezésénél a sötétben lila fénykar gyúlna, és nekünk már csak a bolygót kéne elhagyni, hogy túléljünk. És ha már építkezünk, itt az idő egy városépítő Star Wars-ra, méghozzá az Anno mintájára, az Anno fejlesztőinek, a Blue Byte-nak a kezében. Mennyi város, mennyi architektúra, mennyi fajta nyersanyag, áru, épület csak arra vár, hogy egy ilyen játékot alkossanak belőle. El tudjátok egyáltalán képzelni, mit művelne ez azokkal, akik szeretik a zsánert és a Star Wars-t? Sirius-t lehet hetekig elveszítenénk, úgy rá lenne függve. Csak látom magam előtt a mappot, ahol a sivatagos pályarészekre a víznyelőket telepítenénk, a vízbe lengedeznének Mon Calamari hajók és mennének trédelni a kaminóiakkal, annyi meg annyi irány, mechanika, ami az űrkereskedelmet behozná a játékba, a fejlődést is nagyon szépen le lehetne vezetni a különböző bolygók társadalma különböző szintű tekjeivel, meg is lehetne kurtítani, hogy az endgame-ben merre viszed el, Coruscant lesz, vagy mondjuk Naboo-s. Szinte minden adott hozzá, és szerintem nem is volt még csak hasonló Star Wars játék se korábban. Vagyis itt az idő. Az ötlet ingyen volt, csak csinálják már, és ha nem, akkor egy modot valaki dobjon már össze. Léci? Az biztos, hogy egy új része simán elférne a palettán. Vaciláltam, hogy kikre bíznám, mert sajnos az első számú ötletem, a Wipeout fejlesztői már a stúdió bezárása miatt szanaszét vannak, de a teher vagy a jogutód Sony Worldwide Studios vállát nyomhatná, vagy a Codemasters hasíthatná ki magából egy lelkes fejlesztő csapatot, akik ezt a nemes feladatot ellátnák. Nem kéne szerintem túlzottan komolyra venni a figurát power-upokkal, mapokon és változatos versenymódokkal. A szívünknek kedves fogatverseny mellett helyet kaphatnának versenyek az űrben, sőt a Squadron csatá is elférnének benne multiban. A pályákat megint csak adhatnák a városok, bolygók, stb. Nem kell neki sztori, egyszerűen versenynaptár és online multi. Ennél aztán abszolút nem számítana a kánon, úgyhogy mehetne a fogatverseny Kaminóra, tengeren hánykódva a város lábazatai között, vagy akár Coruscant közepére, egy kanyarral a szenátus épület közepében. Elég bolond játék lehetne, de egy részeltől nem is akarnék mást. Ami viszont még szintén bolond lenne, és talán a legjobban elütne azoktól a tervektől, amit biztos vagyok benne, hogy ebben a pillanatban is szövegetnek valahol a Disney konferencia termek sötét bujraiban, az egy top-down hack-and-slash roguelike lenne. Egyenesen a mesterek a Supergiant Games kezében. Az évek során már untik elégszert bizonyítottak, hogy nem csak adrenalin pumpáló akció orgiákat tudnak összerakni, hanem tudnak történetet is mesélni és karaktereket építeni. Arról meg ne is beszéljünk, hogy milyen elképesztő látványvilágokat alkotnak, és azokat milyen oltári soundtrackkel tolják meg. Biztos vagyok benne, hogy ha lehetőséget kapnának, hogy a Star Wars világát színesítsék a munkájukkal, az bizony kicseszettő ki lenne színezve. A High Republic érában brutális küldetésekre küldött Jedit irányítva verekedhetnénk magunkat keresztül mindenen, amit a Star Wars világ megtűr képkockákon. Kreatívan erő és fénykart használat, lehetőség akár kópra, hisz a Jediket kettesével küldik küldetésre, nem? És mindez alatt John Williams zenét olyan zúzósra átköltve, hogy szerintem a Star Wars rajongók örömkönnyeivel az egész Kárpát-medencét megtölthetnénk derékig. Ne mondjátok nekem, hogy ti nem nedvesednétek, hogyha holnap bejelentenének egy ilyen játékot, mert én igen. És akkor végül, de nem utolsó sorban az FPS. Az FPS. Mert amikor ide kattintottatok, már tudtátok, hogy lesz egy a listán. És miért ne lenne? Hisz tökéletesen lehetne ötvözni a Star Wars franchise-t egy Battle Royale-lal az Epic kezékbe. Egy pillanatra elhittétek.
Jó, azért elismerem, elég baszó Battle Royale-t lehetett csinálni belőle, egy kis kreativitással, de amire én gondolok, az egy Republic Commando 2. Már hallom a távolból, hogy és egyetértek. 4-5 fős kóp taktikai FPS egy baszott erős kampánnyal az Order 66 után, Rex parancsnok irányítása alatt, ahogy pár felszabadított klón bajtársával próbálnak értelmet találni a történteknek és az életüknek. Kampány tele bajtársiassággal, a múlt árnyaival, sötét talányokkal. Összeköthetnék nekünk, hogy mi történt Rexel a harmadik rész, vagy hát jobban mondva a Clone Wars sorozatzáró után és a Rebelsben való feltűnése előtt. Gyanítom, hogy a nemrég bejelentett Bad Batch animációs sorozat erre fogja továbbvinni a történetet, de hogyha nem, akkor ennél jobb táptalajat keresve se találhatnának egy Republic Commando 2-nek. Hisz mennyire atom lenne, hogy a Republic feloszlása után ők lennének az utolsó klónegység, akik a köztársaság ideája mentén harcolnak. És lenne mit csinálni, felkutatni a kaminóiakat, számon kérni őket, megkeresni Obi-Want az útmutatásáért, Bail Organához elszegődni, hogy megalapozzuk az egész ellenállás fundamentumát, birodalmi létesítményekre betörni és szabotálni a hadjárataikat, eltűnt Jedik nyomát kutatni, sok-sok-sok történetszál, ami mind arra vár, hogy valaki puskát nyomjon a kezünkbe és hadba vonuljunk a parancsnok háta mögött. Na, de hogy kire is bíznám? Tudom, hogy valaki keletnekségnek mondanák, hogy új játékot fejlesztetnék velük, de a Ubisoft Montrealból az a csapat, akinek a Rainbow Six Siege-et köszönhetjük, messze a legtökéletesebb brigád lenne a munkára. Kész, passz, a játék brilliáns lenne, szárnyalhatnának egy narratív single player kampánnyal új jegeken. És el tudjátok képzelni, hogy milyen lenne a multi? Ahogy mondom, kiráz a hideg az izgalomtól. A változatos helyszínek, ahol a birodalom és a kommandó egymásnak feszülhetne, a ketyerék, amiket behozhatnának, a gameplay, a kaszrendszer, amit erre felépíthetnének, eskü, piggyel írok egy levelet nekik, hogy ezt csinálják meg. A Ubisoftról úgy is tudjuk, hogy már fixen dolgoznak a Lucasfilm Games-szel, csak lépjék meg azt, amivel a legnagyobb szolgálatot tehetnék egyszer a gamer társadalomnak és a Star Wars fanoknak. Na, hát ez lenne az én kis kívánság listám a következő pár évre Star Wars játékok terén. Helyeken talán kicsit ambíciózus, de ki tudja, talán ezúttal az erő velünk van. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, köszönöm, hogy végighallgattátok a kis okfejtésemet, ahogy ábrándoztam, kommentekben írjátok meg, hogy ti milyen játékot vártok, melyik stúdiótól, ha nem akartok lemaradni a következő videóról, akkor szub, ha szeretnétek segíteni, hogy több videó lehessen, akkor csatlakozzatok Patreonra, mint ezek az arcok itt a képernyőn, akiknek nagyon köszönöm a töretlen bizalmat, dumcsira gyertek Discordra, ez a mi évünk lesz. Na, sziasztok!